Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő hereje legyen mindnyájatokkal. Újongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön, megváltotta az Úr az ő népét. Alleluja! Feltámad Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, szeretettel köszöntelek mindannyiatokat ezen a mai közös ünneplésünkön, a Szent Eukarisztián hálaadáson. Izajás próféta könyvének szavaival hív bennünket az Anya Szent Egyház Húsvét 6. vasárnapján. Folytatjuk annak a húsvéti örömnek az ünneplését, amelyet Húsvét vasárnapján kezdtünk el, hogy mindannyian megváltottak vagyunk, hogy Jézus Krisztus az ő dicsősége szenvedésével, halálával és feltámadásával legyőzte a bűnt és a halált, és mindannyian meghívást kaptunk az Isten országába. Bűneink azok, amelyek akadályoznak bennünket, hogy közeledjünk az Istenhez, ezért most közös ünneplésünknek a kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bűnbánat tegyen bennünket kedvessé Isten színe előtt. Gyónom, a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor is sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Please, Lord, stand near.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben a pizidiai Antiócsiában vita támadt a hívek között. Néhányan, akik Judeából jöttek, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül Mózes tervénye szerint, nem üdvözölhettek. Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, valamint közöttük azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányokkal menjen fel Jeruzsálembe, sebben vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez. Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látta, hogy kiválasszanak maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással Antiócsiába küldjék őket. Mégpedig Judást, másik nevén Barnabást, meg Szilást, akik a testvérek között vezető szerepet vittek. Ezt az írás küldjék velük. Az apostolok és a presbiterek testvérű üdvözletüket küldik az Antiócsiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányosságból megtért testvéreinknek. Hallotok, hogy közülünk néhányan megbízásunk nélkül tanítva megzavarták titeket, feldulták lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztunk, hogy kiválasszunk néhány férfit, és elküldjük őket hozzátok, a mi szeretett Barnabásunkkal és Pállunkkal, ezekkel az emberekkel, akik az egész életünk Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtök hát Judást és Szilást, ők majd élő szóval, és elmondják nektek ezeket. A Szentlélek is mi maguk, és úgy láttunk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhét a szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak, áldozott eledeltől, a vértől, a folytott állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodnotok, helyesen jártok el. Jó egészséget! Ez az Isten igéje. Thank you.
szentlecke a jelenések könyvéből. János apostol így beszél látomásában a megdicsőlt egyházról. A hit angyal egyike lélekben elvitte egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent város, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta, raggyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu, a kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, itt délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. De templomot nem láttam benne, mert mindenható az Úr, az Isten, és a bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holtra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága vetik a bárány. Ez az Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Feltámad Krisztus! Valóban feltámad! Krisztusban szeretett testvérek, lassan 6. hete, hogy benne vagyunk a húsvéti örömben, Jézus Krisztus feltámadásának az örömében, annak a tudatában, hogy megváltott emberek vagyunk, és megvan a reményünk az örök életre. Ha végig tekintünk azokra az evangéliumi szakaszokra, amelyeket
húsvét vasárnapjain olvastunk, akkor egy pillanatra mindannyian ott érezhetjük magunkat benne. Ha visszagondolunk húsvét első vasárnapjára, a kenetvívő asszonyok szomorúsággal a szívükken, fájdalommal, emberi gondolkodásokkal, hogy ki fogja majd a követ elgördíteni, jönnek oda a sírhoz, és találkoznak azzal a két fényes ruhába öltözött emberrel, aki azt mondja nekik, hogy miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. És ez a mi örömünk. Ez az, ami nem csak, hogy 40 napon keresztül, hanem keresztény életünk egész folyamán be kell, hogy töltse a szívünket, hogy azok az emberek vagyunk, akiknek a mestere, a tanítója, az üdvözítője nem a halottak között van, akinek a testét nem elrabolták, hanem aki dicsőségesen feltámadt, és ezzel megszerezte mindannyiunk számára az örök életet. Aztán egy héttel később arról olvastunk, hogy Jézus megjelenik az ő tanítványainak, és nincs közöttük Tamás, akit azóta az egyház a hitetlenként nevez. És egy hét múlva, amikor Jézus ismét megjelenik az ő apostolainak, azt mondja Tamásnak, gyere, érintsd meg a kezemet! Tedd az ujjadat az oldalamba, ne légy hitetlen, hanem hívő! És ott vagyunk benne ebben az evangéliumi szakaszban, mert azt mondja Jézus, hogy boldogok azok, akik nem láttak, és mégis hittek. Krisztusban, kedves testvéreim, mi nem voltunk ott az utolsó vacsorának a termébe. De az apostoloknak a hite, akik látták a feltámadott Jézust, akiről olvassuk az evangélium, hogy a zsidóktól való félelmükben bezárkóztak. Ezek az apostolok pünkösd után, amikor eltelnek a Szentlélekkel, elindulnak és hirdetik az evangéliumot. Vajon gondoljuk, hogy azok az apostolok, akik féltek a zsidóktól, odaadták-e volna az életüket egy halott tanítóért? Egy mesterért, akinek a tanítványai éjszaka idején jöttek és elrabolták az ő testét, és azt mondták, hogy feltámad. Nem. Ezek az apostolok látták a feltámadott Jézust. És az ő hitük miatt hiszünk mi, mert boldogok, akik nem látták, és mégis hisznek. Aztán egy következő mozzanata volt húsvéti ünneplésünknek, amikor Jézus megkérdezi Pétert, Péter, szeretsz-e engem? És az első kérdése Péter olyan természetesen válaszol, azt mondja, igen, Uram, szeretlek. Azt mondja Jézus, legeltesd juhaimat. Igen ám, de jön másodszor is a kérdés. Majd harmadszor is, és elszomorodik ez a Péter, hogy Jézus harmadszor is megkérdezte, lehet, hogy egy pillanatra felcsillan a szemébe az a hármas tagadás ott a főpapnak az udvarán, és azt mondja, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És aztán a következő vasárnap, amikor a jó pásztorról olvastunk, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és a juhaim ismerik a hangomat, és követnek engem, mert zöldelő mezőkre és friss forrásvizekhez vezetem őket. Megint csak ott vagyunk, belekapcsolódunk abba az evangéliumba, mert Jézus ma is a jó pásztor. Jézus ma is gondoskodik az ő egyházáról. Jézus ma is gondoskodik mindannyiunkról. És mindezeket úgy átélve, tudatosítva önmagunkba, a mai evangéliumi szakasz már ami keresztény életünkre mutat rá. Amikor nem csak azt érezhetjük, hogy mekkora szeretettel és törődéssel van irántunk Jézus, ami üdvözítünk, hanem ott a búcsúzásban utolsó rendeleteit, végrendeletét, ha szabad így mondani, adja az ő apostolainak, és azt mondja, hogy aki szeret engem, megtartja tanításomat. Vagyis rá akar bennünket vezetni, hogy a mi hitünk, a mi Jézus iránti szeretetünk, ez nem egy belső érzés. Ez nem egy ajkunkkal való megvallás kell legyen csupán, hanem ez a mindennapokban a Jézus Krisztus tanításának a követése.
a tetteinkben, a gondolatainkban, a szavainkban, amikor megtesszük az ő parancsát. Ha most ide állna Jézus közénk, és megkérdezné tőlünk, mindannyiunktól személyesen, nevünken szólítva bennünket, megkérdezni, hogy szeretsz-e engem? Hát bízom benne, hogy mindannyian egyből azt mondanánk Jézusnak, amit Péter is mondott, hogy Uram, szeretlek téged. De ha feltenné Jézus nekünk a kérdést, hogy megtartod-e tanításomat? Vajon tudnánk-e ugyanilyen magabiztosan válaszolni neki? Vajon nem jutnának eszünkbe gyarlóságaink, bűneink, szeretetlenségeink, csüggedéseink és kétségbeeséseink, amikor nem voltunk kellő szeretettel az Isten iránt, amikor nem voltunk kellő szeretettel az emberek fele barátaink iránt. És ebben Jézus átlátja a mi gyengeségünket. Jézus előre látja a mi sokszor bizonytalan vagy gyenge, lanyha hitünket. És amikor ott a főpapi imájában az utolsó vacsorán könyörög az ő apostolaiért, könyörög a tanítványokért, és azokért, akik majd az ő szavukra fognak hinni, vagyis miértünk is könyörög, akkor azt mondja az ő mennyei atyának, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, mert akkor az Isten ki kellene bennünket, mindannyiunkat vigyen egy külön szigetre, hanem azt mondja, hogy óvd meg őket a világtól. És ki kell, hogy megóvjon? Hogy történik ez az óvás? Nyilvánvalóan az Isten szent lelke által, amelyről Jézus beszél itt ebben a búcsú beszédében, és azt mondja, hogy ezeket akartam elmondani nektek, amíg veletek vagyok, és a vigasztaló, a szent lélek, akit majd a nevemben küld az atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondok nektek. És most van az az áldott pillanat, 2019. május 26-án, amikor a Szentlélek mindannyiunknak az eszébe akarja juttatni Jézusnak ezeket a szavait. Amikor az ő tanítása által, az ő szeretete és békéje által meg akar óvni bennünket a világtól. Amikor arra hív meg, hogy mi is az ő evangéliumának boldog és vidám hirdetői legyünk. Hogy tovább tudjuk adni a következő nemzedékeknek úgy, ahogy mi is kaptuk az evangéliumnak a szavait. Krisztusban szeretett testvéreim, készek vagyunk-e rá? Megvan-e bennünk az a kellő húsvéti öröm, Jézus feltámadásába vetett öröm, amely által boldoggá és békésé tehetjük mindennapi életünket. Hiszen Jézus éppen ezt ígéri, azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Mert a világban azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor béke fenntartókat kell oda vezényelni a háborús helyzetekbe. Azokat a béke fenntartókat, akik fegyverrel, akár másik ember életének kioltása árán védik meg a békét. És azt mondja Jézus, hogy én nem ilyen békét akarok adni nektek. Nem azt a békét, amelyben nincs fegyverropogás, hanem a szívnek a békéjét. Mindannyiunk szívének a békéjét. És hogyha ezt képesek vagyunk befogadni, akkor befogadjuk a feltámadott Jézust is. És nem kell félnünk, hiszen a feltámadott Jézusnak ez az első szava az ő apostolaihoz, békesség veletek, ne féljetek. Békesség veletek, ne féljetek, ismétli meg Jézus újból. És mondja ma is nekünk itt, ezen a Szent Misén, békesség nektek, ne féljetek. Krisztusban szeretett testvéreim, a húsvéti öröm folytatódik. Habár napokon belül a húsvét időszak véget ér, de mi az örök életre vagyunk meghívva. Mi a Szent Háromság egyistennek az örök életébe vagyunk meghívva mindannyian.
és tudatosítanunk kell újból és újból magunkba, hogy megváltottak vagyunk, hogy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, és hogyha mi ő belekapaszkodunk, az ő áldását kérjük, a Szentléleknek a megvilágosítását és vigasztalását, akkor nem lehetetlen az ember számára, hogy eljusson az örök életre. Azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjetek. A sátán talán pont ezt akarja nagyon sokszor kihasználni, hogy kétségbe, esésbe és csüggedésbe hajszolja a keresztény embert, hogy olyan helyzetbe tegye, ahol nem lát kiutat. És Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjetek, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Töltse be mindannyiunknak a szívét ez a húsvéti öröm, ez a biztatás, ami üdvözítőnktől, Jézustól, aki nekünk is mondja ma, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Sőt, ennél sokkal többet mond az ő mennybe menetelekor, és íme én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Amen. Feltámad Krisztus. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak, teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Isten. Örök élete. Amen.
Testvéreim, Krisztus Urunk a béke fejedelme. Kérjük az ő békéjét magunk és az egész világ számára. Küldd el, Urunk, a vigasztaló szent lelked, hogy megtanítsa a világot a te békét evangéliumára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ajándékozz meg egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébrezd rá a világod, hogy ne fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás munkálásában lássa a béke biztosítékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke kötelékét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel élvezhessük a tiszta lelki ismeret békéjét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, minden ég és földi áldásoddal és az egészség adományával testvéreinket, akikért ezt a szentmise áldozatot bemutatjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadd be, Urunk, a mennyország örömébe és légy irgalmas bírája elhunyt szeretteinknek, akikért ezt a szentmise áldozatot bemutatjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Dicsőséges királyunk Jézus Krisztus! Tiéd minden hatalom a mennyben és a földön, hallgasd meg esedező néped imádságát. Adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig védj fel minket az örök béke honába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedvedet. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged.
de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve hújjunk, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláludan hirdetjük, Urunk, és elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség, feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedet. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Béke veled. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, de azok, akik itt vannak a Gyertyán-ligeti Nagyboldogasszony plébánia templomban, és azok is, akik a 21-es csatorna adásán keresztül vettek részt ebben a Szent Misében. Kívánom mindannyiunk számára, hogy a feltámadott Jézusnak az öröme töltse be mindannyiunknak szívét ezen a mai vasárnapon, most a húsvét időszakban, sőt életünk minden napján, és a Szentlélek a vigasztaló, akinek elérkezését várjuk pünkösd ünnepén, töltse el szívünket, erősítse meg bennünk a reményt, a szeretetet, legfőképpen pedig a hitet, hogy mindannyian, mint Isten jó gyermekei, mint Istennek tetsző gyermekek, tudjuk végig járni életünknek a zarándok útját, és hazaérkezni az Isten országába. Ehhez adja nekünk a mindenható Isten az ő bőséges áldását. Az Úr legyen veletek! És a lelkedet. Isten, aki egyszülött fiának feltámadás által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Amen. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Amen. Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.